Zajlik a felújítás a Györffy István Katolikus Általános Iskolában. Az energetikai korszerűsítést már 2019-ben el kellett volna kezdeni, de a koronavírus világjárvány, majd az építőanyagárak robbanásszerű emelkedése lehetetlenné tette a beruházás elkezdését. Így nyáron kezdhetett hozzá a kivitelező a régóta esedékes korszerűsítésnek, amely a József Attila utca tagintézmény egészét érinti. A nyáron indult el az iskolának az energetikai felújítása. Ez egy kormány és a fenntartó által támogatott programon keresztül valósul meg. Az iskolának az energetikai felújítása, mint említettem, ez azt jelenti, hogy az összes külső nyílászáró kicserélésre került, valamint az épületnek a szigetelésére kerül sor, a homlokzati, lábazati festésére, valamint a tetőtéren napelemeket fognak elhelyezni. Amit termel a napelem, azt majd az iskolában fogjuk hasznosítani. A megközelítőleg 200 millió forintos felújítási költségekhez a fenntartó Egri főegyházmegye és a központi költségvetés járult hozzá. Mindenre azért van szükség, hogy számottevően csökkenjenek az intézmény rezsiköltségei, az új műanyag ablakok kevésbé engedik megszökni a meleget, a homlokzati szigetelés ugyanezt a célt szolgálja. De nem csak rezsivédelmi, hanem kényelmi szempontok is vezették az iskolát, valamint annak fenntartóját akkor, amikor az elodázhatatlan felújítás mellett döntöttek. Mióta 2015. szeptember 1-től az intézményünk átkerült az Egri főegyházmegye fenntartásába, több ütemben arra törekedtünk, hogy az iskolának a belső bútorzata megújuljon, és ennek most értünk a végére, és valóban a kisiskolában, a Kossuth téren most érkeztek meg az új bútorok, és ezzel lezárul az iskolának a bútorzat felújítása. Ahogy az intézmény vezetője fogalmaz, egyik felújítás hozza magával a másikat. A következő etapban az épület fűtési rendszerét korszerűsítik, a mostaninál hatékonyabbra cserélik. Ez az energetikai felújítási projekt, ez tulajdonképpen már 2019-ben el kellett volna, hogy induljon, de jött a Covid, aztán jött az építőiparban, jöttek az építőiparban a nehézségek, ezért most kerül megvalósításra, viszont így már nem fért bele a fűtésnek a felújítása, így ez a következő lépés lesz, miután megújul kívülről az épület, ezután következik a fűtésnek a korszerűsítése, valamint az iskola udvara, a díszudvara, hiszen ez az iskola épület a jövő évben lesz 40 éve, hogy átadásra került, és már most megérett az iskola udvara is, hiszen az apróbb javításokon kívül más felújításon nem esett keresztül, hogyha eltűnnek innen az állványok, levonulnak a nagy gépek, akkor az udvarnak a felújítására is mindenféleképpen sor kell, hogy kerüljön. Emellett kicsinosítják az iskola díszudvarát is, amely jövőre lesz 40 éves, vagyis arra is ráfér a csinosítás.